Victoria. Oh my. Victoria. Nagyon szépen köszönjük. Ez me. Ennek a híre messzire megy. Ez olyan messzire. Túl a óceánon. Köszönjük. Most fogok meg úgy jelent a felszállni. Mondom. Kamerával lehet messze, mert nem tudom, hol állok meg vele, ha felültem. Köszönjük, viszontlátást. Minden jót, sok siker. Most csináltak egy filmet el. Hallja a kisgyerek. Igen. Valami gyerek. Mégse? Szóval itt van a kalóban, és ott van egy kis múzeum. Kis kiállítás. De nem lehet bemenni, csak így ablakon. Ja, csak? Ő országos bajnok volt délvaglásban, mellette lévő Szkocsiba ment, ő kétszer volt világbajnok. Itt a nagyban megtudjuk. Igen. Meg a több is. Gyerek alatt meg a Szkocsiba. De most már csak pedig azért. Lehet, a másik helyen a tulipáról beszéltek sokan, hogy a legutóbb, vagy többször az elsőt és a másodikat mutatta? Ja, az mi most első nyilván. Mert egy szép tartása van. Nézd. Az a... Tehát a díjnyertes volt az első, az ami ott az első helyen van, vagy második? Igen, így
volt, ami az üres ellensmentán, az volt országos bajnok, az volt országos. Délvaglásban. Ami mellett áll, az meg világbajnok volt, kétszer, de az fogadva ment. Kettes, hármas helyen? Meg kettes, hármas vonalban mi van? Ott a helyén. Ott a helyén? Ott. Rá tudnám mutatni, melyik az? Melyik az első? Na. Melyik volt a világbajnok? A Szilvavi. Aha. Gyönyörű. Az a ló pigment hibás itt a szájánál. Az a... Nem lehet hibás. De a szájánál olyan fejlő. Némelyik olyan. Némelyik egész sportos. Nem. Ezek mind a... Gyönyörű. Ez a második. Országos bajnok, a másik pedig a világbajnok. Fogadta. Ez az első? Ez, igen, ez volt az országos. Igen. Ami mellette áll, az volt a világbajnok. Gyönyörű. Ez a fogadhajtásba bár... Köszönöm.
Azt hiszem, egy valaki van most fiatal, aki messze annóta idősebb korosztály. De ez a foglalkozás. Jóságosztus. Az is, hogy sajnos is itt van egy külön. Ha? Igen. És 84-ben Bálint volt. Mind Viki. Ott ücsörögnek abban kis cukrászdában, az ide kell eljönni. Ez gyönyörű. Tényleg el lehet tölteni olyan. Bármilyen volt, és milyen hatalmas volt, hogy mindig azt mondja, hogy fotózni, már benne voltam a külsőkben részen. Köszönöm szépen!
Még a izélet is vitte. Itt ő még egyszer a búcsúba. Te is voltál Marika? Nem, Marika járnyok, hogy valami van benne, ja nem? Videó? Videó, úgyhogy hang is van. Ó! Csak szépet mondani. Akkor te nyugodtan mehettél volna, sétálhattál volna. De jó ez a videó? Nem olyan nagy. Ezt is visszük. Rögtön látni is lehet. Igen. Én még egy kis tejet kaphatok? Persze. Megyek ki, ha csak van itt kint. Nem tudom, hogy is. Ilyen pici. Igen. Ne hülyeskedj. Nem láttam. Mindjárt Viktória megmutatja nektek a léticánunkat. Most rögtön megnézhetitek. Azaz. Most vettél is fel? Ja, nagypapa is rajta. És milyen, mekkora ennek a karataja normális? Ez olyan 8 mm-es. Ez olyan, hogy átviheted nagy képernyőre. Tudod? Bedugod a izébe a tévébe, pontosan. És akkor erről lehet levenni. Igen, pontosan. Igen, viszi az. Látod? Most le tetszik lőni engem? Nagyon értékes. Köszönöm, köszönöm, köszönöm. De nagyon értékes. Te is. Ez az. Jó. És a zene nagyon jó, az alap. A zenét. Azt erősíts meg a zenét. Ez az. Ez az. Nagyon jó csapat. Ez az. Gyere, Kinga. Nem baj. A zene nagyon jó. Gyere előre! Ez az. Vigyázz! Gyere, nyugodtan! Erre van az autó. Az azt mondja, hogy ide hozzá. Ja. Ott van. Jó van. Ez az ajtó ment tönkre? Ja. Szerencsé, hogy nem volt sérülés.
Nagyon szép. Nagyon szép. Most Arcsika, végeztem minden jó, csak azokra se nem, volt. Nem, és nagyon jó. Milyen? Boeing? Boeing, már tízet kapott. 327-es? 627-es. 767-es. De reméljük, hogy most már 747-es is jön, mert minden jegy elkelt. Minden jegy. Figyelj, jöjj, hogy se szárnyos. Nem mondtad, hogy megfáll. Kitűnő! Kitűnő! Nem. Nagyon jó. Szervusz, Pityu. Videó? Ja. Nem mond. Azt hittem, hogy... Fantasztikus. Fantasztikus vagy. Ne öreg embert fényképezél vele. Nagyon jól nézel ki, komolyan. Nagyon jó. Hol lehet fölmenni? Hát itt, de azt először menjél le, hogy orra bukjál. Jó. Ez a szép Pityu. Össze-vissza hajjal vagyok itt meg. Rendben. Nagyon jól nézel ki. Nagyon jó. Gyere, szedd. Jó. Az előbb nem mondtál rá egyértelmű választ, hogy szereted-e vesem. Szeretem. Terike? Teri is. Ez... Ez a kis kőforgató nevű műremek, ami
nagyapánk mindig mondta, hogy milyen nagy kulcsokkal járkált és miket csinált, és azért csináltam ezt is, azért rá össze-vissza beszélek. Nem baj. Hogy emlékezzünk egy kicsit az ősökre is. Helyes. Ez az ősöknek az emlékműve. Itt Budaörsön. A mérnöki gyökerek így kezdődtek. Cegléden annak idején, ugye? Na most már elég ez, mert nagyon sok arra lesz a gyöke. Itt most az örökzöld fenyő. A házzal. Talán ezt a kínai fenyőnek a tetejét, hogyha be tudnád melyik még venni, ez egy büszkeség, innen, hogyha tudod csinálni. Uh-huh. Ezt locsoljuk télen-nyáron, hogy ez megmaradjon, mert ez egy különlegesség. Ez itt különleges? Ez. Az itt. Melyik? Na jó, zárd be. Kitűnő mester úr, kitűnő, kitűnő, gratulálunk a mester munkáért. Gratulálunk a mester. Úgyhogy itt ez egy meredek szakadékba végződött, és senki nem tudott följönni kocsival. Azóta, mióta ezt így megcsináltam, akkor azóta tudnak ide följárni, meg én is. Ezzel tudtam. És egyedül te csináltad? Hát persze. Egyedül te csináltad? Az az igazság, hogy az egyedül énbe benne van az, hogy azért a gyerekek besegítettek, meg a végén a betonozásban a szomszéd ő besegített. Az igazság, hogy kevesebb, te nagyobb részt te csináltad. És így fogsz utat, így. Na. Építeni. Így. Ennek egy része már meg is van. Hát ez nem valami nagy dicsőség, amit itt látunk. És így jön az út. Igaz? Itt fogod megépíteni a teraszt. A teraszt. Na. Nagyon jó. Kitűnő mérnök úr. Tehát ott locsolod. Igen. És így a gyökere kapja a vizet, és nem fölülről. Igen. Tehát a lába kapja a vizet. Igen. Nagyon ügyes. Akkor 1984. Tehát most ünnepeltük volna a 10 éves évfordulóját, hogy a ház megépült. Igen. Itt egy másodlagos ciszterna van, fölfogjuk a vizet. Ez csak, vigyázz el, ne csúszsz el a víz. Jó. Ez csak itt ilyen kerti locsoláshoz meg egyebekről való. Mindenféli házi anyagból van összetéve, lefektetett öntött vas kádból, cserépkályha tetőből és egyebekből. Elég csúnyán van megcsinálva, de minden a jövőre vár. Jók az alapok. Tehát itt összegyűjtöd. Összegyűjtöm azt a vizet, amivel itt a legegyszerűbb dolgokat losolom. És ez egy kályha? Ez egy kályha tető, és ott egy kád, öntött vas kád belül. Tehát ez egy nagyon egyszerű dolog, de csak arra való, hogy ezt a teret, amin járunk, ezt kitöltsem vele, mert valamivel úgy is fel kellett volna tölteni ezt a térfogat. És ezzel ugyan öntözöd a, ugye az elnéső, a barackfát és a megyfát. Igen. Na most. Itt gyere erre, amint mondtad. De most ezt kapcsolt ki, mert nem. Tehát itt két tartály van. Akkor, amikor tavasszal sok a víz a felső nagy ciszternába, amit az előbb nem láttunk, akkor ezeket föltöltöm.
és ráteszem ezeket a vezetékeket, és ezzel csöpögtető öntözéssel a lenti szőlőket csöpögtetjük. Itt a szőlőket lehet látni, ez nagyon tetszik neki, hogy itt van a víz ciszterna mellett, mert nagyon szépen hozott az idén. És minden szőlő úgy van ültetve, hogy két egyforma tőke ne legyen közöttük, hogyha jönnek az unokák, akkor mindig találjanak érő szőlőt. Na meg persze, hogyha jönnek a rokonok, meg az unokatestvérek, meg egyebek, augusztus 20-án mindig legyen érő szőlő, és hogyha valaki később jön, akkor is találjon érő szőlőt. Na most itt, ha megmutatnád, hol van ez a csöpögtető, hogy hát, működik? Tehát itt lehet ezt... látni, nagy rendetlenségben meg minden, lehet látni ezt a piros csövet, igen. Majd úgy azok a fekete vízszintes csövek, azokra van rátéve, és ott van a luk mindig, ahol a tőkre a vízszintes csövekre, ugye? Igen, hát ez éppen most itt nincs bekapcsolva. Nincs bekapcsolva, de erre rá lehet tenni. Ezekre lehet rá tenni. Ez itt egy darázs, csapda, ilyeneket is teszek föl rengeteget, mindenféle ecetes víz van, és kell küzdeni a darázs ellen, mert igen. Igen. Hát itt tehát ez párhuzamosan vannak ezek a igen, ott lehet cseppegtető csövek, értem. Elnevük kell változatlan. Jó. Ez itt egy kis fügefa, vigyázz, nem ennyire, mert elesel. Jó. Gödör is van minden. Jó, látom. Megint egy darásfogó. Igen. Itt elkezdtem egy mély kutat, tehát ez azt jelenti, hogy ilyen mélyedéseket kell csinálni, ezt teletenni laza gombaföldel, és az öreg fák helyett ide ültetek majd újat. Nagyon jó. Mi kell felújítani. Nagyon jó. Nagyon ügyes. Ez pedig itt csak még annyit, hogy a Péter lépcsőnek a kezdete. Ezt a Peti fiam csinálta, nagyon büszke vagyok rá. Na, mestermunka. Igen, igen. Az igazi amarra kezdődik. Ja, ő itt kezdte, és arra... Igen, az ott stabilan. Ezt itt végig ő csinál? Jó, hát mondjuk segítettünk azért mindig egymásnak, de, de ő csinálta. Gyönyörű. És volt vagy... 14 éves sem volt. 14 éves volt, amikor csinálta? Amikor csinálta, igen. Na. Hát ez gyönyörű, Péter. Gyönyörű, Attila. Gyönyörű, Tomi. Gyönyörű... Emese. És Pityukám, gratulálok. Jó-jóba, nem? Nem tudom, hogy hogy hívják. Ez a jó-jóba, ami... Annyit tudok, hogy szukulens, úgyhogy ez egy család. A fiamtól tanultam, és imádja a napot, úgyhogy amióta ide kitettem és beletettem ebbe a régi kondérba, hát kétszeresére nőtt és hozza a gyereket. Hát, hát most a következőt, ha jól tudom, ez a jó-jóba, ez a texasi Mexikóba élő növény, az. Aminek ha így letöröd a levelét, igen. Így letöröd a levelét, igen. Akkor a nedvével a seb begyógyul, begyógyul és nem csak begyógyul, hanem a, két fejjel lesz hanem a kozmetikai alapanyagoknak használják. Nem, nem. Hogy ne? Már ezt érzel. Kozmetikai alapanyag. Jaj, ne csináljad meg! Na, csináld! Mondd! Majd ezt megcsinálom úgy, ahogy szoktam ezt a ijesztést. És akkor ezt fényképezzem.